estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Most már ne kapcsoljanak sehová, hiszen rögtön kezdünk. Személyes élményekből, történetekből ismerhették meg közelebbről az Entei úti általános iskolások az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeit, jelentőségét. Október 23-ához kapcsolódóan minden évben megszervezik a rendhagyó történelemórát a nyolcadikosoknak. Sinka Jenő az 1956-os Magyar Szabadságharcos Világszövetség Fejér megyei elnöke érkezett a nyolcadikasokhoz az Entai úti általános iskolába. A gyerekeknek évente mesél Jenő bácsi arról az időszakról, amikor nem volt könnyű létezni, az országban élni. Ő akkor közel annyi idős volt, mint a hallgatóság 16 éves. A fiatalok mindig nyitott füllel és figyelmes szemmel hallgatják végre, végig hallgatják végig előadásomat, nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert olyan, hogy érdekli őket. Erről minden esztendőben, az 1956-os forradalom és szabadságharc előtt és után az iskolákba látogatok el. És akkor elmondom azt, ami ehhez a témakörhöz hozzátartozik, természetesen a saját élményeimet idézőjelbe téve is hozzáteszem. Mert ugye az 1956-os forradalom és szabadságharc idején 16 éves gimnáziumi tanuló voltam. Persze ez az időszak nem csak arra jó, hogy ilyenkor beszélgessünk, mert máskor is előfordul, hogy egy-egy külön témában megkérdeznek, hogy tessék mondani a Recski kényszer munkatábor például. Most nem jöttem, de máskor sem üres kézzel, ugyanis mindig hozok magammal valakit. Ez egy megszemélyesített lyukas zászló, ami a forradalom és szabadságharcnak szimbóluma jelképe. Ezen túlmenően a mai napon egy csomagot is hoztam, történelmi csomagot, ami környezetünkből és a forradalom és szabadságharc eseményeiből összeállt dokumentumok, folyóiratok, és olyan folyóiratok is, illetve nem is folyó, inkább kiadványok, ami nem csak a forradalomról szól, hanem a történelem előző eseményeit is bemutatja. A kiadványaink többféle van, természetesen 17 fél, ebből most csak 3-at hoztam. A Város a forradalomban események, és a harmadik pedig az 50. évfordulóra készült kiadványunk. Az iskolások egészen 1945-től a II. Világháború utáni időktől hallhattak közelebbit a korszakról. Az 1956-os októberi eseményekkel egész héten ismerkedtek a diákok. Ezek mind segítenek abban, hogy meg tudják tanulni az eseményeket. Már történelemből is tanultunk erről a korszakról, és szerintem ez egy nagyon fontos esemény a magyarságnak, és például tegnap meglátogattuk a terrorházát. Ez nagyon jó volt, viszont számunkra egy kicsit nyomasztó is, de nagyon jó volt, mert belenézhettünk, hogy milyen volt ez a korszak, és nagyszüleim is szoktak erről mesélni, hogy ők hogyan élték át ezt. Azért is szervezi meg évről évre az intézménye rendhagyó történelem órát, mert hangsúlyosnak tartja, hogy a tanulók ismerjék a múltat, a hősöket. Nálunk hagyomány, hogy az Entei úti általános iskolában meghívjuk Sinka Jenő urat, gyerekek Jenő bácsizzák, ismerik már őt, a mindenkori nyolcadikasoknak tart élő rendhagyó történelem órát. Terrorházába járnak ebben az időszakban a nyolcadikasok, és hát ott van a történelmi órán elhangzottak, vagy az ismeretek, tudás, de úgy gondoljuk, hogy ezt egy személyes beszélgetéssel is meg kell, hogy erősítsük. Jenő bácsi amúgy is kötődik iskolánkhoz, hiszen mind a három unokája hozzánk járt, nagyon kedves tanítványaink voltak, és szívesen vállalja azt, hogy erről a nehéz időszakról személyesen is beszél a gyerekeknek. És úgy gondolom, hogy ezt az iskolának is, pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk, hogy a hazafias neveléshez, hagyományok őrzéséhez, társadalmi ünnepeink méltó megemlékezéséhez, ez is kell, hogy a gyerekek ilyen személyes példamutatással is tudjanak, tanuljanak, halljanak erről a korszakról. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk.
immár harmadik alkalommal adott otthont hétvégén az országos vizsla főversenynek a Soponyai Ökoturisztikai Központ. A vasárnapi közönségnapra gyermekrajzpályázattal és bemutatókkal is készültek a szervezők. Vizslák a vízben és a mezőn, és vizslák a gyermekrajzokon. Vasárnap Soponyán minden a sokak által kedvelt vadászkutyafajtáról szólt. Miközben az országos vizsla főversenyen a legjobb 16 kutya és gazdája mérte össze tudását, addig az Ökoturisztikai Központ előtti téren a Vizsla minden tudó rajzpályázatra beérkezett alkotásokat állították ki. A kutya startszáma 14-es volt, és mi volt a másik kérdés? Hogy hívják, hány eszendős? Ja, a Malomkötő Diána a törzskönyvi neve, a hívóneve pedig Hóka, a hívóneve. Mi az, ami miatt büszke arra, hogy bekerültek erre a versenyre? Mennyire nehéz ennyi féle feladatban helytállni? Hát ez azért nehéz, mert sok oldalú feladat, sok feladat van, 25 vagy 26 feladatot kell teljesíteni, ez a versenyen, és hát az a jó, hogy minden tud a kutya, akar az ember büszke, hogy minden tud elvileg, mert minden is vizsla versenyre van szó. Mi az, ami a legkedvencebb feladata a kutyának, illetve önnek? Hát a vízi munka neki, nekem meg a másra lenne, de hát az nem igazán megy neki. De ennyi. A vízi munka van, mi az, amit szeret, a keresést, vagy aztán utána majd, amikor le kell szállítani a gazdának? Hát mindkettőt szereti, nagyon nagy vízkedvelő a kutya. Szeret a vizet bármikor, hajlandó elmenni a hideg vízbe is belemegy. Miért éppen a vizsla mellett döntött egykor, mióta tart már vizslákat, és miért különleges mondjuk a mostani? A következő miatt azt mondják a közmondás, hogy ebben a vadászkutya nélkül. Hát tulajdonképpen azért kell a vízre nekem, mert szeretném, vadászásan legyen ezért. A legtöbben így vélekednek a vizslákról, ahogy a 74 esztendős Máj Zoltán is megfogalmazta. A vizsla főversenybe jutott kutyák többsége hivatásos vadászok hűtársa, de sokan kedvtelésből is tartják őket házi kedvencként. Nekik persze nem kell nyomkövetésben, igazítás nélküli vadfogásban és zsákmányon ülve átadásban jeleskedniük, mint ahogy ez a vasárnapi verseny egyik fő feladata volt, amit Soponyán, vízben és a mezőn is bemutattak. Tovább, előre! Tinának ismerős volt a versenyterepe, hiszen Fejér megyéből jutott be gazdájával az Országos Magyar Vadászkamara versenyének döntőjébe. Gyakorlatilag kölyökkor óta velem van a kutya, ugye az összes szükséges magyarországi vizsgát azt abszolválta, képességvizsgát, őszitenyészvizsgát, mindenes vizsgát, illetve Németországban a német, rövidszerű német vizsláknak a főtenyészszemlét, az IKP-t is, és egy-két eredményes verseny győztes címet tudtunk bezsebelni a tavaly és az idejében. Miért kihívás, mennyiben más ez a vizsla főverseny, hogy több típusú feladatot kell teljesíteni? Miért kihívás ez a gazdának, illetve a kutyának, akinek mindezt teljesítenie kell? Hát egy egészen más rendszer, mint a többi verseny. Itt egy háromkörös válogató versenyen kell túlesni a kutyának, hogy itt az országosba meg tudja jelenni. Itt van egy megyei válogató, vagy egy regionális, és úgy az országos, tehát háromszor kell, jelen esetben már ugye mindenes vizsga és vizsla versenyszabályzat alapján úgymond elsődíjas munkát végeznie, hogy bekerüljön az országosba. Ez mindenképpen fizikálisan és mentálisan is egy elég komoly terhelés. Ugye három fázisú munkát végeznek, erdőn, mezőn, vízen is helyet kell állniuk, tehát a vadászati gyakorlat szinte összes elemét be kell, hogy tudják mutatni. Melyik a kedvenc versenyszám a Tinának? Mi az, amit a legjobban szeret és a legkevésbé kell ösztökélni? Talán a mező, a mezei keresés, vadmegállás, ez az igazi ő világa, amikor nagy tempóban nagy mezőket futhat. És az ön számára miért fontos a versenyeztetés is, illetve az, hogy Tinát képezze? Nekem a vadászkutya nem csak egy eszköz vagy versenytársa, úgy lehet, hanem munkatársak, kollégák. Tehát én napi szinten kutyákkal dolgozom. Nekem nagyon sok segítséget adnak a napi munkába, hivatásos vadászként dolgozom, és gyakorlatilag bármikor, bárhol lehet rájuk számítani.
Így jó. Ej, frak, ha nem maradsz, vesztek, nem pocsékolom rá tovább az időmet. Kedves emlék Károly bácsiról és Frakról, aki az egyik leghíresebbé vált magyar vizsla, sokunk gyerekkori kedvenc mese szereplője. Folytatva a vizslákról alkotott képet, a szervezők a gyermekeknek Vizsla a Mindentudó címmel hirdettek rajzpályázatot. Ők alkotásaikon mutathatták meg tapasztalataikat a kedvelt vadászkutya fajtáról. Fácán kiröpül a bokorból, mert a kutya éppen ugat, és a vadász észreveszi, és megpróbálja lelőni. Dalma a korosztályában első helyezést ért el rajzával. Mint mondja, saját kutyusa is van, szereti őket. Vizsla kutyánk van, és ezért gondoltam, hogy ezt rajzolom le. Igazából ez éppen egy olyan jelenet szeretne lenni, ahogy éppen a kutya ugat, hogy megtalált a madarat, és a vadász pedig le akarja lőni. A te vizsládat hogy hívják? Hány éves, és őt te idomítottad-e bármire, amit így tud, hogyha te szólsz neki? Hát igazából azt pontosan nem tudom, hogy hány éves, de próbáltam idomítani is, és úgy hívják, hogy Betyár. Csenge is vadászkutyaként ábrázolta a vizslát saját alkotásán, melyre egy fontos üzenet is felkerült, amely a bizalomról és a szeretetről szól, melynek kutya és gazdája között mindig meg kell lennie. Nagyon szeretem a kutyákat, és szerintem az a kutyafajta a legokosabb, és ők nagyon sokat jelentenek egy vadászatnál. És mi az, ami konkrétan a te rajzodra rákerült? Magyarázd el nekünk, mi mindent rajzoltál, és miért? Hogy a kutya éppen így gondolkodik, vagy hogy az utasítást várja, de nincs ott a vadász, csak úgy magában, egyedül. És van rajta egy szép idézet is, ezt honnan vetted, és felolvasnád de most nekünk? Igen, nem mindig látod, mi van egy kutya szívében, de ha bízol benne, esélyt adsz neki, és megmutatja, mire képes. Surabka Zorka ugyan nem indult a pályázaton, de édesanyjával és öccsével kibiciklizett vasárnap Soponyára, hogy lássa a programokat, hiszen ő is nagy kutyabarát. Szeretem a kutyákat, meg mindegyik kutyafaj hasznos valamire. Mindegyik valamiért tenyésztett. A vizsla például szerinted miért? Vadászkutya. Meg mindegyik kutyajom. Neked van saját kutyusod? Igen. És hogy hívják? Milyen fajtájú? Miért szereted? Silver, keverék, és mindenért szeretem. Mit szoktatok legtöbbször játszani vele? Mindent. Szoktuk kergetni, ő kerget minket, futkározunk vele, és elvisszük sétálni az erdőbe, ilyenek. A szervezők bíznak abban, hogy a gyermekeknek szervezett pályázatok és az immár harmadik alkalommal meghirdetett országos vizsla főverseny is sokat segít. Népszerűsíti a vizslák tartását és a természet egyensúlyát tiszteletben tartó vadászatot. Reményeik szerint a vasárnapi programot követően többen döntenek majd amellett, hogy gazdivá váljanak. Ezzel is nyitva új, sok élményt ígérő fejezetet a család életében. Tények és tévhitek a szoptatásról, örömmel nevelni, szülés után regenerálódni. Ezek voltak a 11. Nemzetközi Baba Hordozó Hét központi témái. A rendezvénysorozathoz idén is csatlakozott Székesfehérvár. Hátikötés, batyukötés, mindenki másképp ismeri, de egy biztos, ez az egyik legbiztonságosabb, és ezáltal a leggyakrabban alkalmazott technika, melyet az édesanyák szívesen alkalmaznak, miközben kisbabájukat ringatják az ölükben. Többek között ezzel a rugalmas kendővel ismerkedhetnek meg a látogatók a 11. Baba Hordozó Hét keretében a Szabad Művelődés Házában. Horváth Né Miklós Réka is erre a módszerre esküszik három gyermekes anyukaként.
Ezt karikáskendőnek hívják, ami most rajtam van. Ez egy nagyon sokféleképpen használható eszköz. Pici babákat elől is lehet benne hordozni, a nagyobbakat csípőn hordozzuk benne. Általában, mivel ez egy féloldalas terhelést ad nekünk, ezért rövidebb távon hordozunk ezzel, viszont a babának ez is tökéletes tartást és támasztást ad. Az a nagy praktikuma ennek, hogy nagyon könnyen föl lehet venni és le lehet tenni, úgyhogy totyogóknál is nagyon jól használható, mivel ők sokszor lekérezkednek, felkérezkednek. És hát azt gondolom, hogy mivel mi hordozott lények vagyunk, nagyon fontos nekünk a testközelség, a ringatás, és ezt nagyon jól meg lehet valósítani ebben az eszközben is. Nagyon nagy segítség nekem 3 gyerek mellett, hogy van 2 szabad kezem, és így mind a kettőnknek kielégülhet a testközelség és a szabadság iránti igénye is. A 3 napos programon az érdeklődők a szakmai előadások mellett a gyakorlatban alkalmazandó technikákkal találkozhatnak, és akár együtt mozoghatnak, tornázhatnak. Itt éppen a kanga torna zajlik, ahol az édesanyák gyermekükkel együtt mozoghatnak. A sportolás a szülés utáni regenerálódást segíti. A látogatók a várandóság időszakáról, a szülésre való felkészülésről, a szoptatásról, de magáról a gyermeknevelésről is hallhatnak. Gyakorlatilag a babavárástól egészen a kamaszkorig a gyerekneveléssel kapcsolatos mindenféle témával találkozhatnak. Ugye maga a babahordozás az célzottan azért az újszülött kortól egy totyogós kor vége, 3 éves korig jellemző, de a kötődő nevelés az gyakorlatilag felnőtt korig kivitelezhető a családok életében. A 3 napos programsorozatban mind a kisbabásoknak, mind pedig a nagyobb gyereket nevelőknek igyekeztünk úgy összeállítani, hogy mindenkire fény derüljön, és mindenki találjon magának megfelelő. Sőt, még van olyan programunk, amire például előszeretettel apukákat vagy nagyszülőket is várunk éppenséggel. A 3 napos program vasárnap ér véget, akkor ringató programon vehetnek részt az édesanyák, de lesznek önismereti előadások a szülőknek, valamint elsősegélynyújtási mozgásfejlődéssel kapcsolatos bemutatók, és terítéken lesznek a szülészeti beavatkozások is, mint például a császármetszés. Összesen több 100 ember sportolt valamit a sportfesten. Az ingyenes sportág választó kezdeményezés tehát bejött a Kettler-Fehérvárnak, az órákat pedig olyan elismert szakemberek tartották, mint Katus Attila vagy Bohos Kornél. Nem volt megállás, mozgásformák minden mennyiségben, röviden ez jellemezte az első alkalommal életre hívott sportfesztet a Kettler-Fehérvárban. A mozgás ugye a fő program nálunk ma, de tettünk bele egy kis elméletet is, úgyhogy itt a pulzusról, a pulzuskontrollról nagyon sok jó és hasznos dolgot fognak tudni hallani, hallgatni azok, akik ez iránt érdeklődnek. És persze nyitottak vagyunk arra, hogy csak úgy beszélgessenek, hiszen hát szerencsére a prezenterek, akik jöttek, mindenki nyitott arra, hogy átadja a tudását és valami kis motivációt adhasson másoknak. Mondhatjuk azt, hogy jó alkalom arra is, hogy teszteljük magunkat, hogy melyik a hozzánk való sportág? Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen rejtett célunk volt, hogy egy ilyen sportág választ szerű dolgot csináljunk csak felnőtteknek, hiszen hát azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy felnőtt korban is lehet, és megtalálhatjuk azt a szerelmet sportolás terén, ami segíteni fog nekünk abban, hogy 40-50-60, akárhány évesen is még benne maradjunk a sportban. Mert tehát a gyerekeknek ugye van ez, és akkor ott a szülők szeretik őket vinni mindenhova, viszont a szülők meg sokszor elfelejtkeznek saját magukról,
hogy nekik is jönne ugyanúgy a sportolás, és itt is van az példa, hogyha valaki elhozza a gyermeket boxolni, akkor itt fent edzett addig, vagy hogyha bement spinningre valaki, akkor valaki más csinál, és pont ez a cél, hogy kicsit megmutassuk, hogy mi is van így házon belül. Ha nagyokat ugrasz, akkor vagy az is, tehát vagy meg fog fájdalom a térdet, vagy hirtelen nehéz nekézel, és elmegy a kezdet. Bohos Kornél az egyik legfanatikusabb versenyzőnek számít a hazai bodybuilder körökben, eredményei kitartása sokaknak ad lendületet. Ezt így lehet igazán átérezni, hogyha én elmondom, amiket átéltünk, meg amiket átéltünk közösen. És úgy látom, hogy sikerült is, mert most 4 emberrel maradt a pluszba, akivel fogunk edzeni, most egy karozást fogunk letudni, és próbálok itt is karozásra próbálni, van olyakat, ami nekem bejött, és ami nekem jött, nekem igazán beváltak, most azokat próbálom átadni. Nem feltétlenül a legjobb dolgok, de én úgy gondolom, hogy én ebbe hittem, és ebbe hiszek, és most ebből próbálunk egy kicsit egy ilyen turnét kanyarintani, ugye bejár az országot, mert úgy látom, hogy úgy látjuk, hogy van rá keret, hogy motivációt, vagy inkább ezt az emberi közelséget szeretnénk megmutatni, tehát inkább az emberi oldalát szeretnénk. Tehát, hogy a motiváció az a hétköznapokban is meglegyen, nem csak például az edzésbe, hanem jótékonykodásba, vagy családi életbe, vagy bármibe, tehát hogy bármibe tudjanak profitálni ebből. A 100% motivációt adó gyakorlati szemináriumra sokan érkeztek, köztük Szilágyi Dávid, akinek a rendszeres testmozgás nem csak ezen a hétvégén volt fontos. Fontosnak tartom természetesen a mindennapokban, én se voltam mindig így, ugye, volt egy ilyen életmódváltásom, aminek köszönhetően ugye ezt az életstílus folytatom, vagy legalábbis ezt az életmódot, ugye rendszeresen edzek is. Így érzem jól magam igazából most már. Katus Attila Best Buddy órájához is rengetegen csatlakoztak. Van egy ilyen tanulmány, ami azt mondja, hogy 65 év felett a testmozgás jótékony hatása még nagyobb, mint fiatalkorban. Tehát nekem személyes példám is van erre, hogy 65 év feletti emberekkel foglalkozva milyen szinten tudnak visszafiatalodni, megerősítjük az izületeket, a keringési rendszerüket és a külcsinyüket is lehet. Úgyhogy azért ez egy nagyon szép dolog, és a depresszió ellen is jó, időskori depresszió, és még sok sorolhatnám, hogy mennyi mindenre új barátokra lehet szert tenni. Beindul az élet egyszer, csak az ember a sportterületre téved. Ugye én szoktam mondani, hogy két választási lehetőségünk van, vagy a kocsmában kötünk ki, és az alkohol és a különböző addikciók rabjai leszünk, vagy még a sport lesz a mi addikciónk. Én ezt választottam, és azon, hogy ez a mi életben tart engem, és megtartja azt a fiatalságot, ami lendületet, ami talán még a kamerán keresztül is látszódik egy kicsit. A sportfesten tehát mindenki kipróbálhatta, megismerhette a különböző mozgásformákat, de életmód tanácsokkal is várták az érdeklődőket. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!